Az önkormányzat jóvoltából új, tágasabb helyiségbe költözhetett a nevelési tanácsadó. A családokat immár a Böszörményi út 20-22 szám alatti irodaház második emeletén várják. A nevelési tanácsadó 10 éve Budapesten elsők között kezdte meg a családok komplex terápiás kezelését. A változásokról és az intézmény tevékenységéről a nevelési tanácsadó igazgatóját, Vári Zsuzsát kérdeztük. Az önkormányzat elhatározásából már régóta húzódik, tehát szorosan véve egy fél éve, de egyébként évek óta, hogy onnan a Jagelló útról el kell költözni. Nekem a szívem oda-vissza húz, mert szemben volt a gesztenyés kert. Ugye az egy nagyon nagy előny. Itt viszont jobban benne vagyunk a központban, a körforgásban, tehát a szülőknek biztos, hogy kényelmesebb, és ez az elsődleges szempont. Itt sokkal nagyobb a hely, tehát majdnem 100 négyzetméterrel nagyobb, tehát sokkal kényelmesebb, tágasabb. A nevelési tanácsadó a 3-tól 18 éves gyermekek és fiatalok beilleszkedési, teljesítménybeli problémáit tárja fel, emellett elősegíti az egészséges alkalmazkodást, a gyermek óvodai, iskolai haladását. Pedagógiai és pszichológiai tanácsadással, terápiával, családgondozással segítik a gyermekek egészséges személyiség fejlődését, a családi integráció helyreállítását. Ez egy most jelenleg még önkormányzati kötelező feladatellátás, és szeretnénk segíteni a gyerekeknek, akik bármilyen okból nem jól érzik magukat az adott helyen, tehát akár óvodába, akár iskolába, és ugye ez a szülőknek is nagyon nagy teher. Tehát mi együtt egyszerre tudunk segíteni így az egész családnak, hogyha a gyerek problémáját megoldjuk. A leggyakoribb probléma az a beilleszkedési probléma. Tehát, hogy egy kisgyerek mondjuk óvodában nem találja a helyét, nem akar elválni a szülőktől, akár sír és agresszívan tiltakozik, akár begubózik. Tehát mind a két szélsőség probléma, amivel tudnak jönni hozzánk. Iskolában meg már megjelenik a teljesítmény és akkor tanulási problémák, a vezető tünet. Hát ezen belül nagyon sok minden van. Tehát kisgyerekeknél akár a szobatisztaság, ha nem történik időben, akár kistestvér születésénél megakadunk, hogy akkor most hogy is van a világ. Nagyon sok a válás vagy kapcsolatmegromlás, amiben tudunk segíteni, illetve a szülők eleve úgy jönnek, hogy akkor ezt ők hogy kommunikálják a gyerekek felé. A nevelési tanácsadó munkája ebben az időszakban kiemelten fontos, hiszen heteken belül megkezdődnek az óvodai és iskolai beiratkozások. A szakemberek már az ősztől kezdődően óvoda és iskola érettségi vizsgálattal segítik a gyerekek integrálását, majd a beiratkozáskor segítenek a megfelelő intézmény kiválasztásában. Az iskola érettség egy nagyon komplex tevékenység az intézményekkel együtt. Tehát azt már ősszel elkezdjük, hogy kimegyünk minden óvodába, végignézzük, szűrjük a nagy csoportosokat, megnézzük, hogy kinek hol van lemaradása, akkor együttesen kidolgozzuk, hogy mit tehetünk értük, és tavasszal, így március hónapban csináljuk az iskola érettségi vizsgálatot, de már csak azokkal, akiknél valóban probléma van, tehát a fejlődés nem olyan ütemű, mint amit szeretnénk. És akkor eldöntjük, hogy maradjon még egy évet óvodába, vagy menjen-e iskolába, és ha igen, akkor melyik iskolába, mert lehet választani több-kevesebb sikerrel. És általában a szülőket meg kell nyugtatni, hogy jó helyen lesz a gyerek, akár így döntünk, akár úgy döntünk, tehát ezt közösen kell kidolgozni, mert mi teszünk egy javaslatot, és a szülő vagy elfogadja, vagy nem. Budapesten egyedülálló módon a hegyvidéken több diplomás szakember várja a családokat. 7 pszichológus, 1 fejlesztő pedagógus és 1 gyógypedagógus áll a családok rendelkezésére. A nevelési tanácsadó a Böszörményi úti irodaházban minden nap nyitva van. Reggel 8-tól este 7-ig várják a látogatókat.